Milo, úszni, tanítja a Timi. Na mi van, kiskutyám, úszol? A Daisy-t is. Már az a baj, ugye, hogy még, mi még nem láttuk őket úszni, igen, már nem volt baj. Gyere kicsim, fogom a hasadon, jössz, csak te egy kicsit nehez. Ne félj, muszáj, mert ha tóba befoglak. Na. Nincs semmi baj. De gyorsabban úszik. Nincs semmi baj. Lassan, kicsi, ne pánikolj. Lassan! De mi? Elmerünk! Lassan! Gyere, ne fáj! Milo! Nézd, cica! Nézd! Így kell, kicsim! Ilyen szépen, mint a Milo! Úgy is meleg van. Jó, egyedül! Így, Milo! Majd el kell őket valami strandra, vagy valóban vinni tudod. Hogy feladadja a fejét? Imádlok, kukakak. Én is vizes lettem, nem csak ti baszálok meg. Egy kicsit le kell őket hűteni, mert nagyon meleg van. Gyere kicsim, gyere te is. Gyere szerelmem. Gyere. Ne félj életem, fogom a hasadat, gyere na. Fogom a... Nézd, ez a kicsit üzésod. Félsz, gyere, bele kell rakni a vízbe, így na. Jaj, de jó! Jaj, de jó! Jaj, de jó! Ügyesz vagy, életem! Ügyesz vagy! Nem kell kapni, kicsi! Hoppá! Jaj, ügyesz vagy! Nem kapod, nem kapod. Ügyesek vagytok. Jól. Igen, Daisyke is ügyes. Meleg van kint. Meleg van kint. Szerelmeim. Én is vizes lettem. Valamint a kádba lettem volna benn veletek most én is. Hát kb. Ja. Csupa vízunk. Nem baj, a szerelmem föl lehet törölni. Na, gyere, nem kell félni, négy csak. Fogd meg ott a hasátot, talagod. Jaj, de jó. Nem kell ki. Még csak Daisy. Hú, de jó. Hú, de jó. Jaj, milyen pánikban vannak esve. Jaj, de jó. Nagyon jó úszkálni. Kicsit elmerülünk vissza. Kicsit elmerülünk vissza. Te is gyere, nem kell félni. Szerelmem. Jobb egy kicsit lehűt, le lettek hűlve. Ügyesek vagytok. Meg én is. Te is csupa víz vagy. Én is tiszta víz vagyok. Az a dáva se kell, hát a gyereket. Ennyi. Nem neki megyek a napra, az két perc múlva hűl a száraz. Hát az erkélyen most van 50 fok majdnem. Azért mondom, úgyhogy igazából nem bánom, hogy most itt a lubickolások vannak, mert nem télve, hogy kimegyek, két perc alatt megszáradok. Szépen lassan gyere, nincs semmi pánik, nincs új. Nézd, nem meg kiviszlek a tóra, és ott meg nem fogsz tudni kapaszkodni. Ott nem. Látod? Úgy szépen. Úgy szépen. Látod? Csak megszokja, látod. Jó, gyorsabban kever. Ügyes vagy.
Nem kapálódzol, szépen nézik. Szépen. Nincs semmi baj, foglak életem, foglak. Foglak. Muszáj megtanulni úszni, mert véletlen beleugranak valahova, akkor ki tudjanak jönni, ne az legyen, tudod, hát, hogy... Igen. Ügyes vagy. Látod? Nincsen semmi baj. Gyere te is. Gyere te is. Jaj! Gyere! Majd a felettet csak fogozik. Majd nem kell. Életem! Hallod? Nagyon imádom. Nagyon imádom. Daisy? Gyere még egy kicsit. Na, mert kifele fog menni. Melyik szipog? A tíz. Stresszben van a kincsem. Nincs semmi baj, életem. Nincs semmi baj. Na, még egyet a Milo-t. Erre na, gyere, pancsi, pancsi. Hoppá! Muszáj őket megtettem, mert a Milo alapból nem tudja még milyen az úszás. Ő kijönne a vízre. Megapálózza, mint az erőt. Jaj, de jó, úgy élete. Elmerülsz, ha nem jár a kezed. A lábad. Vagy a lábad. Elfáradtál, szerelmem. Na. Itt a törölközöm, úgy is mondod, hogy ezért veszek elő újat. Nem. Engedd ki. Engedd ki. Az erkélyre, hogy menjenek, hadd szállítózzanak. Maradjál, Daisy. Én is megyek. Na, engedd őket. Na, irányuljál. Gyere, te is. Gyertek. Majd mindjárt fölkérjük. De gyorsan. Gyertek, futás, gyertek, futás, futás! Gyertek gyorsan! Ne oda! Menjetek ki gyorsan! Gyertek, futás, mennyi! Mennyi, 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 Daisy! Menj oda ki a napra! Ott maradjál! Ez jó volt! Mi? Én is tiszta víz vagyok! Maradjatok ott, ne! Maradjál! Hát gyere be, szerelem, kicsit hagyj izéljanak meg, száradjanak meg. Hát nekem is száradnom kellene. Akkor addig becsukom az ajtót. Kösz, egy cigit kiadsz nekem, én is csúrom víz vagyok. Na, menjél befele. Gyere, mennyi? Zárjál minket ki. Jó. Akkor addig hozok nekik egy cigit. Most ne nézzetek körbe, mert szét van. Minden most. Nagyon meleg van gyerekekként. Meg lehet sűni. Kicsit följebb húztam, én is vizes vagyok. Kösz. Még olyan is vizes, de még buszodába se kell menni. Megfordít kamerát. Meg a papucsom is vizes lett. Mi a szaros a papucsom? Beszartak? Mi a baj? Mi történt? Szerintem lehetett, no? Lehet. Finom volt a lubicka. Leengedted a vizet, vagy nem? Még nem, semmit nem csináltam. Finom volt, ugye? Milyen ügyesek. A Milo az ilyen nagyon durván csapkod. Ja. A Daisy egy kicsit lájtosabban, de ő meg kapkod. Ez meg így, olyan cuki, így ilyen babásan. Nem üszte szerintem. Ilyen babásan csapkod. És strandolnak, ja. Milyen jó Isten. Jó esik ám neki.
Néha kell ám az, hogy kicsit így lubickolgassanak ebben a nagy melegben. Tudod, milyen jó érzés most neki? Nézd meg! Gondolja, jaj, de jó volt, Istenem! Hát most itt, per pillanat, ha látjátok hány fok van, ennyi az erkélyem. Finom volt életeim? 45, 46, 47 finom, fok. Finom volt, ugye? De itt megszáradtok a hűvösben. Meg hát, meg ennyi víz igazából rólam, de semmi. Cseppetsz megszárad az ember. Igen. Oda feküdj le, törölközőre. Homályról. Most miért úrod föl? Mondja, törölközik. Törölgeti magát. Jó eset? Jó eset, szét vagytok ázva? Várjál, Májló! Várjál picit! Szállj le! Úgy. Jó Istenem! Szét vagyunk ázva! Fel vagyunk priszűve! Gondoljanak, hogy mi a bánat baja van. Én rólam szerelmem, ennyit nem nevettem még soha. Mit tudom, ennyit ebben a két kutyát nevettem. Na menjél te is oda, Dézi. Ide, gyere te is. Kiterítem nektek. Így, oda menj. Jó, most jól sütöttem, és így. Akkor már kicsit most rövizes, tudod, szárod rajtam, meg a fejem is kiremül. Úgy törögésétek meg magatok. Engem is, megem meg telibe vettek a kutyák. Rólam meg folyik a víz. Jó eszed neki. Na, ott van a nyelek, gyere ide, Dézi. Oda, menjél. Kicsit arrébb húzom. Vigyázz! Ja, ma pont ugye eljön a úgy kocka. Feküdjetek ki. Hogy a pont eljön most. Hoppá! Anna bocska. Fejemben ráesett. Úgy. Fel vagytok frissülve. Kellettem, mert úgy elkészítem benneket a melegtől. Igen, de strandózok. Igen. Tudod, hogy hol lenne érdemes? Hát, hova be lehet őket vinni. Ilyen szabas strandózok. Jó, ez hogyha nagyon beljebb megy, megfullad meg. Nem, hát úgy kell, hogy be kell őket vinni. És akkor ott úszkálnak. Akkor max te, mert én alapból nem megyek be a mélyre. Hát nem olyan mélyre, csak így idáig kell. Ugye az elejére, ja. Tudod, hol nem tud leérni a lábuk. Ja, ja, ja. És akkor úgy elkezd csapkolózni, akkor engeded el, ja, lassan. Fölfrissültek, tudod, hogy örülnek most. Föl vannak friss szívedre. Fagyiztatok, ugye? Meg volt a fagyizás is. Nagyon jó sorsuk van. Fagyiznak, úszkálnak. Lubickolnak. Föl vannak peregve, pörögve. Lehet, hogy én még azt a... Akkor azt tettem soha? Nem. Erika bár azt már leengedett le. A kutyák azok itthon strandolnak. Pertiben az. Meg ugye most nem is tudom hova menni, mert ugye már hétfő óta elvitték az autót. Ja.
Azt már csak vasárnap hozzák. Még két nap. Igen. Most se tudom, milyen nap van. Csütörtök. Már? Aha. Akkor még két nap. A mai napot nem tudjuk. Ma mindjárt megszáradtok. Igen. Ma mindjárt megszáradtok. Igen. Okosak vagytok. Igen. Mind a ketten okosak vagytok. Igen, megfürödt, idézi. Meg. Hogy úszkod? Nem volt szarul. Pap csiszta. Úgy vert a kis csöpp szíve, pedig fogtam a hasalját. Vert a csöpp kis szíve. Persze, mert furcsa volt neki, tudod, hogy nem ér le a lába, gondolja, mi a francet. De náluk ez automatikusan tudnak úszni. Igen, azért mondtam, hogy fogjad, mert neki kell rájönnie. Ugye már a Milo még nem volt. Soha nem, így. Nem, hát miért Daisy se? Na, az se. Igen. Okosak voltatok. Igen, okosak voltatok. Igen, kis kutyám. Igen. Mind a ketten okosak vagytok. De szeretem. Igen. De jó sorsuk van. De jó sorsuk van, mi? Te gondoltad, hogy jól esett neki a melegbe? Hogy érezt, hogy hűl a kis testük, tudod? Igen. A Milo már meg is száradt. Már szinte a Daisy is. Ilyen melegbe, nézd meg. Én is. Ezt mondom, hogy se perc alatt megszárad az ember, szóval. És most jön a Duracell ellenség. Daisy is, mely jó, hogy vettük már le a Milo-t, mi? Hát igen. Ó, hogy basszátok be a fejeteket, idióták. Mindjárt jön a csókolózás, figyeljétek. Pörpörögtek ám. És egész nap ezt csinálják, ám amúgy így játszanak. Nem baj, addig jó, mert látszik, hogy semmi bajuk nincs, hála Isten. Így is olyan sokat jártam vele velük, az meg az orvosok folyamatosan teszek. De hogy megváltozott a Daisy-s, nem? Azóta, hogy azért meg lett nőtve. Tiszta pörgős lett, tiszta bal. Jó. Dik az a fog. Nézd meg a Milo. Nem tesz, mint a farkasok olyan. Jó, tépi ám a bőrt a nyakán. Kell neki, kell menni. Na? Na, menjünk befele, mert a meleg van, megtartom. Folyik rólam a víz, meg leengedem a kádot. Na gyertek befele. Na gyere, Milo. Futás. Na, futás. Menjetek befele. Itt azért jobb az idő. Itt azért jobb az idő.
van. Úgy oda menjetek a helyetekre, pihenjetek le. Fel vagytok frissülve, minden. Igen, fel vagy te is frissülve, Milo. Igen. Milo-ka meg a Daisy-ke. Jó, hát azért már nem, hogy már felugódj már most. Menj a helyedre te is, Milo. Futás. Nagyon okos lettem amúgy a Milo. Milyen szépek. Csivák. Csivává. Csivává. Who left in don't step? Mindig egy csom nekik, és nézzétek, mit csinálnak. Na menjél futás helyedre. Kérem, hozzád Daisy. Kérem szépen. Kérem. Hozz ide. Kérem. Kérem. Gyere, kérem. Kérem. Daisy, kérem. Kérem szépen. Kérem. Gyere, hozz ide. Hozz ide. Na, futás, 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 futás. Mit csináltatok a hajommal, csupa kóc vagyok. Úgy, hogy a mai nap erről szólt, egy kis pancsizás a kutyáknak. Fagyizás, meg minden. Itthon. Köszönjük, megnéztétek ezt a videót. Itt a Timi is, nézzétek. Én csupa kóc vagyok, ne nézzetek. A vizes is a hajam. Csok is, fagy is a ruhám, szóval inkább ne is mutogass. Úgy, hogy reméljük tetszik ez a kis rövidke kis videó nektek. Ugye most a kutyákról volt itt a lényeg a kis videóról, hogy igen. Fürözdeltük őket, stb. Igen. Úgyhogy hamarosan lesznek tartalmasabb videók majd. Nagyon meleg van. Vigyázzatok magatokra. Sok folyadékot igyatok. Víz mellett legyetek, aki nem, akkor az. Ja. Légkondi alatt. Az se jó, mert egy idő után szárítja a levegőt. Hát de jobb, mint kint a 46-47 fok. Ilyen néha azt kell csinálni, hogy kell nyitni egy kis ablakot a klíma mellett, és nem szárítani. Hát ja, egy 5 perc, hogy átjárja egy picit a... Igen, és akkor úgy nem szárít. Így van. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Megbolondultam.